Hazai pályán szerepeltek a hétvégén a nyíregyházi tekések. A BKV előre csapatával vívott mérkőzésen csak a győzelem volt elfogadható a mieink számára, hiszen az összecsapás a későbbi bajnoki cím sorsáról is dönthetett. A mérkőzés rögtön az első sorban a Magyarorvosi Péter 564 fás csapatpont szerzésével kezdődött, ami nagyon fontos volt, míg mellette párban a Kastura Zsolt lépett dobóállásba. A Zsolti szezonbeli messze legjobbját gurított 596 fával, és nagy meglepetésre ez nem volt elég a pontszerzéshez. Azonban a középső sorban a Szegő Levent 570 fája sem ért pontot, ami szintén meglepetés számban ment. Mellette viszont a Fehér Béla 600 felett gurított, és nagyon sok csapatfát is tudott szállítani. Így alakulhatott ki, hogy igazából 2-2-re álltunk a második sor végén, azonban már 85 fával vezettünk, és a zárósorban a Hakker Dezsőnek meg jó magamnak csak fel kellett tenni az íjra a pontot. Végül 6-2-re diadalmaskodtak a nyíregyháziak, akik ezzel még közelebb kerültek az NB1-es bajnoki címhez. Most hétvégén tovább növelhetik pontelőnyüket. Következő mérkőzésünket idegenben fogjuk vívni, ahhoz a Bátony Terenye csapatához fogunk ellátogatni, ahol még egyetlen csapatnak sem sikerült pontokat rabolni ebbe a szezonban. Bízunk benne, hogy ez most megtörik, és nagyon szeretnénk, hogyha győzelemmel térhetnénk onnan haza. Egy nagyon jó pályáról van szó, nagyon szeretjük játszani, bár több éve nem voltunk ott, de bízunk benne, hogyha ott győzelemmel térünk haza, akkor már majd, hogy nem fél lábbal a bajnoki címért tudunk haza utazni. A csapat most az első helyen posztol a tabellán. Előnye 3 pont a BKV előtt, még 4-jel vezetnek az Egerrel szemben.